A történelmi Gömör vármegye számos településén egy szűk évszázaddal ezelőtt a fazekasság a fő megélhetési forrást jelentette. Deresk, Lévárt, Süvete, Melléte egy pár település abból a 30-ból, ahol szinte minden második háztartásban volt egy fazekas korong a múlt század elején, amin sok esetben nem csak egy családtag dolgozott. Mára már szinte teljesen kihalt ez az ősi mesterség, és a messzi tájakra elkerült vászonfazekak, ahogy a gömöri cserépedényt nevezték, az anyag világos színéről mára már kiállítási tárgyak lettek. Szarka Ferenc 1955-ben ismerkedett meg a kerámia készítés rejtelmeivel, amikor feleségül vette a híres süvetei Raffai család leszármazottját. A család az egyik legismertebb fazekas dinasztia volt. Feri bácsi villanyszerelőként került Süvetére, majd a kerámia készítés vált az életem meghatározó részévé. Még azon mesterek közé tartozott, akik készítettek régi, egykoron használt agyagedényeket, de később nála már felváltotta az agyagedények előállítását az ajándéktárgyak gyártása. Amikor a tányér megszárad, akkor retusáljuk, és leöntjük őtet fekete barna engobává, és amikor már megszita az agyaga engobát, akkor gyorsan kellett kaparni, mert ha megszikat, akkor már nehezen kaparódott. Az apósomat én nem ismertem, mert ő 1944-ben, második világháborúban úgy megsérült, hogy beleállt. Őt Ráfai Andrásnak hívták. Ő nagyon szép dolgokat csinált, valahol a fényképek megvannak, de már a lányomnál vannak fent, ahol ő lakik, itt a falu végén van a házuk. És ahogy megismerkedtem az első fazekassal, Maszkó bácsinak hívták, Maszkó Andrei. Ő is már annyira idős volt, hogy már a nyugdíj határon volt, de az öröm volt nézni, ahogy dolgozott. Amikor húzta a kis vázát fel, hát mint hogyha szívta volna, úgyhogy ízig-véri fazekas volt, nagyon szépen tudott festeni és kaparni. Tulajdonképpen úgy csinálták a kaparást, hogy a kerámiát, a kis tányét leöntötték, barna engóba festék el, és majd amikor megszikkadt egy kicsit, akkor kikapárták a vonásokat, és az volt a kapartányér. Az, hogy a gömöri kerámia megmaradt a köztudatban, a térségben lévő múzeumok, illetve számos olyan gyűjtőnek köszönhető, akik szinte az utolsó pillanatban mentették a menthetőt. Az egyházas Básti Ladóczky Vilmos tájházában rengeteg kerámia talált otthonra, de az Ózdi Tuzáné Mák Zsuzsa gyűjteményét is számos gömöri kerámia gazdagítja. Ebből a gyűjteményből nyílt kiállítás a napokban Magyarországon a Putnoki Holló László galériában, ahol a galéria egyben a megalakulásának 25. születésnapját is ünnepelte a kiállítás megnyitón. Már középiskolás korom óta érdekelt a néprajz, egyetemen is foglalkoztam vele, és körülbelül egy 15 évvel ezelőttről datálható az, amikor speciálisan már erre a területre kezdtem el koncentrálni. Az első anyagok tulajdonképpen egy három gömöri süvétei, kifejezetten süvétei kerámia volt, aminek a színvilága nagyon megtetszett, és utána felvettem a kapcsolatot Szarka Feri bácsival, az utolsó gömöri fazekassal, és hát azóta is rendszeresen járunk hozzá, látogatjuk, és tanítványaimmal is pályázatot írtak Feri bácsiról, és utána már egyre inkább, egyre több kerámia került hozzám, és nagyon tetszik a színvilágok, a motivum
kincsük, és ez, hogy annyira ritka és nehezen felgyűjthető már, mert ez a fehér agyag, ez eléggé porózus, tehát ez könnyen repet, könnyen törik, és nehezen lehet már hozzájutni. Egyre nehezebb ez a gyűjtőterület egyébként, mert az, ugye a század elejéről beszélünk, az 1900-as évektől és az 1900-tól 1938-40, tehát az első világháború kezdetéig készültek ezek az edények. Hát ugye a színviláguk az, hogy a szecesszió korából ilyen népi edények és tisztárgyak kerültek ki ugye családi manufaktúráktól, ez magába is ritkaság. Tehát mert nem egy sorozatszámról beszélünk, tehát nem egy tömegtermelésű, mint a kemény cserépedény gyárak esetében, hanem itt saját kis manufaktúrák, saját kis stílusirányzattal, aztán sok esetben persze ilyen eklektikus mintázatúak az edények, de én éppen mondtam én Zsuzsának, hogy egy olyan ritka gyűjtési területet választott, amiből nagyon nehéz tehát nagy terjedelmem számú kiállítást összehozni. És azért is mondtam neki, hogy csak tényleg a gyöngyszemeket hozz el, ami irányt tud adni az embereknek, hogy a gömöri kerámiát ne csak a főzőfazékhoz, meg a gyertyamártóhoz, meg a köpülő edényekhez, meg a teljes edényekhez tegyük, hanem azokat a dísztárgyakat, amiknek ma már a nevét se tudjuk, hogy a dohánytartó, akkor a csobolyó, akkor a kis kulacsok, a kis pálinkás butellák, tehát ezek ugye dohánytartóból is számos különféle egyedi alkotások voltak, tehát állati forma világot idézett, tehát mint olyan mackó, farkas, ilyen női fejes, akkor oroszlán, tehát távol-keleti motívumok is megtalálhatók. A kiállításon a gömöri kerámia legszebb, legpatinásabb darabjai is megtalálhatók. Igazi ritkaságok. Ma már alig lehet ilyeneket vagy hasonlókat találni. A gömörből származó edényeknek két nagy csoportja van, a tűzálló főzősütő edények és a nem tűzálló agyagból készült, főleg tárolásra és étkezési célokra használható edények. A gömöri kerámia legnagyobb piaca az Alföld volt, de ismerték és használták Abaújban, Sárosban, Zemplénben, Hevesben, Szabolcsban, Bihar, Szolnok, Ung, Bereg és Pest megyében is. Az ország határain túl Lengyelországban és Csehországban is kedvelték.